Emlékszem ezekre a tárgyakra gyerekkoromban, ami a lakásnak a vitrinében voltak ugye elhelyezve. Mondta meghatottan Deák Attila, miután végignézte az édesapja a legendás ferencvárosi labdarúgó Deák Bamba Ferenc születésének 100. évfordulójára, a Fradi Múzeum és a Puskás Intézet által közösen megálmodott kamarakiállítást a Grupa Arénában. Felethetetlen volt számomra, hogy bármelyik focipályára kimentünk, bármilyen meccsre, Blasz 1, Blasz 2, NB2, NB1, egyszerűen mindig egyszerűen olyan szeretet és olyan ismertség övezte, hogy egyszerűen fantasztikus volt számomra. Míg élt, én mindig magáztam. Tehát nem is tudtam, nem jött a számra az, hogy letegezzem. Szóval kemény volt, de a családja volt az első. Családja volt, és én nagyon büszke voltam rá, ugye. Nagyon, hogy ilyen nagy ember volt, és sokat jártunk meccsekre, itt Újpest, Ferencváros, mindenhová, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tényleg. Én nagyit mondhatok rá, hogy a keménysége mellett egy nagyon jó szívű és nagyon jó apa volt. Kapusként kezdte, és van egy ilyen legenda, ami én úgy gondolom, hogy azért igaz, hogy ott egyszer úgy eltalálták labdával, mert belenézett egy lövésbe, mert irtozatosan bátor volt, hogy elájult a pályán, és akkor a szülei mondták, hogy na, felejtsük el, tehát többet nem futballozunk, a pálya közelében nem mész, és mégis visszajött. Igaz, hogy nem kapusként, hanem csatárként, és csatárként lett egy fantasztikus legenda. Tehát ez egy üzenet a gyerekek számára, hogy soha nem szabad feladni. Deák Ferenc tagja volt annak a bajnokcsapatnak, amely az 1948-49-es bajnokságban 30 mérkőzés alatt 140 gólt szerzett, ebből Bamba 59-szel vette ki a részét, amellyel természetesen gólkirály lett, sorozatban harmadszor a magyar élvonalban. Minden bizonnyal, ha a politikai történések nem szólnak közbe, akkor Bamba vezérletével az FTC a világ egyik legerősebb csapata lett volna. Amit választották kirak a csapatnak, és ugye a Deák Bamba nem hagyta volna el a Ferencváros feltételeztően, hiszen ugye többen is kitartottak ugye a csapat mellett, azonban ugye a Ferencváros Édoszra keresztelték át 1950. februárjában, és ugye ekkor történt az, hogy be is tiltották ugye az Édosz megalapításával, vagy a belépésünkkel az Édoszba, ugye betiltották a Fradi induló használatát, és hát történt az dominózus eset, hogy 1950 nyarán a siófoki fogas étterembe cigányzenészekkel húzatta Deák Bamba a Fradi indulót, amit ugye hát nagy hangon énekelt is annak rendes módja szerint. Ekkor ugye két civil belügyes odalépett hozzá, hogy ugye fejezze be. Hát először leöntötte, az arcukba öntötte az italt, majd utána mind a kettőt leütötte. Deáknak ekkor választania kellett, börtönbe megy, vagy a Fradi ősi riválisához, a budapesti Dózsához igazol. Az utóbbi mellett döntött, ráadásul kegyvesztetté vált a magyar válogatottnál is, így már nem játszhatott többek között a legendás aranycsapatban sem. Nem tudták a történetét, és gerébnek csúfolták, magyarul mondva árulónak, hogy ott hagyta a Fradit, és az Újpestbe kellett menni. Nagyon sok, egy ilyen 15-20 évvel rátudták meg a igazságot. Ugye az aranycsapatról is, amikor volt valami, azért lehetett látni rajta, amikor nézett tévét, ilyen riportok, fájt neki nagyon. Tehát nagyon rosszul esett ez az, de nekünk nem panaszkodott, csak lehetett rajta látni azt, hogy bántja nagyon őt. A Deák Bamba Ferenc emlékkiállítás február 16-áig látogatható a Grupa Arénában levő Fradi Múzeumban.